Egy tehén szerelmes lett a szép bikába. Minden vad bikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marha levélben, nagyjából eképpen. Hatalmas barom! Bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom, tudom, mi elfoglalt, milyen megbecsült ön, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marha nyelv elbőgni nem restel, így adjam tudtára, mester. Ön, ismervén jól a tehéni szív rejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörül őgyeleg. Minden bikák közt legelőkelőbb. Midőn megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam. Vágy reszketett felsálamban, s úgy éreztem, hogy kéi oson keresztül a rostélyoson. Mú, hogy fort a vér szívembe, hogy tódult a bélszínembe. Az a perc, mit velem ön tölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltek valómat. Ám míg önről ábrándozom, kérődzve, vad féltés öl a szívemig férkőzve, és átjárja ó mind a kín, velős csontom, mócsingjaim. Már bánom a merész vágyat, hiszen büszke tenyész állat, csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg. Ne féljen, bikaságod, ha nem szeret, félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Ím a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. Ám a postás kisasszony nem vette fel. Luther Imre vagyok, s az, hogy most itt találkozunk, az azt jelenti, hogy éppen a YouTube csatornámat nézed. Találkozhatnád többször is. És ha már itt vagy, akkor iratkozz fel, ha még nem tetted. És nyomd meg a kis csengőt, hogy időben értesülhess arról, amikor egy újabb videó kerül fel a csatornámra. Tudod, a dolgok változnak, a vers örök, az élet őszinte szóért könyörög. S én ezeket az őszinte szavakat és érzéseket tolmácsolom neked, ha engeded.